2001 óta rendszeresen szervezzük meg ezt a népzene, tulajdonképpen egy egyesület keretében működő gyerekjátszó táncházat. Legelőször a zeneiskolában volt ez a rendezvény, aztán úgy döntöttünk, hogy ha már először szakmámhoz kapcsolódom, másrészt meg azért, mert mégis azt gondolom, hogy a művelési házak legyenek kulturális programmal telítve, hogy keresünk egy olyan művelési házat a városban, ami viszonylag kevés olyan programmal rendelkezik, ami mondjuk nagyobb városrészt mozgat meg, és azért gondoltuk, hogy akkor ez a Vokke Vörös Marti Művelési Ház, ami itt van a templom és a lakóházak árnyékában, és egyébként nagyon azt tapasztalom, hogy kevesen tudják, hogy egyáltalán hogy hívják ezt a művelési házat, meg hogy egyébként hol van, és azért gondoltuk, hogy akkor itt ebben a családi és intézményben telepedünk le, és hát akkor tulajdonképpen 2005 óta vagyunk ebben az intézményben. Van egy Edit nénünk, aki rendszeresen keni a vajas kenyeret, és főzi a teát, és van egy kézműves foglalkozás, ami megelőzi a táncházat, és utána pedig a gyerekeket várjuk szeretettel. És egy időben a város támogatásával működött, de aztán kerestünk egy más csatornát, és a Nemzeti Kulturális Alapnál van egy rendszeres táncházak nevű program, úgyhogy annak a keretében szervezzük meg ezt rendszeresen, és hát tulajdonképpen a muzsikát azt a zenekarunk, a Szettevete zenekar szolgáltatja, Knejfenél Lackó Kriszta, aki vezeti a táncházat minden egyes alkalommal, és hát ahogy itt látjuk is, olyan családok érkeznek, akik egyrészt nagyon szívesen járnak hozzánk, másrészt pedig rendszeresen, tehát havonta egyszer itt találkozunk minden szombaton, minden hónap utolsó szombatján, és mindig örömmel tapasztaljuk, hogy újabb és újabb családok kapcsolódnak be az eseménybe. Remélem, hogy ma pont annyian leszünk, hogy beférjünk a házba. Hogy a két hónap mindenkit meg kell fogni, valakinek, 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 valakinek